Fogjad. Így. Fogad. Erősen. Én is. Te. Fogod? Fogod. Hozd ide a székedet, mert úgy könnyebb. Eleve azt terveztük, hogy mi legalább 2 vagy 3 gyereket szeretnénk. Valahol volt egy olyan megérzésünk, hogy... Jó, tegyünk. Valahol volt egy olyan megérzésünk, hogy lesz még az életet adónak gyereke. Segítek. Én is. Nyom. És azt is valahol sejtettük, hogy kiskorkor különbség lesz, és tényleg az lesz. Nyomjad. Legelőször akkor fogtam fel, hogy nekünk tényleg gyerekünk lett, amikor legelőször megetettem őt, és hát sose fogom elfelejteni, ott éppen büfisztettem, és akkor nagyon elsírtam magam, és lehet, hogy mindjárt megint elfogom. Akkor tudatosult bennem, hogy Úristen, hát gyerekünk lett, és hihetetlen, mert tényleg csak pörgettük a dolgokat, hogy mindent beszerezzünk, és minden meglegyen, és akkor ott először tudtam megélni azt a pillanatot. Addig fog menni, még ki nem szeded neki. Ki szeded neki? Nem tudja, mert le fogja rántani a kamerát. Szia, Márkusz! Szia, Márkusz! Bongyorka! Szóval, hogy kell, hogy menjek. Amúgy tényleg hasonlít rám, találtam egy gyerekkori fényképet, és ugyanúgy néz ki, mint én. Hihetetlen. Ezért tök fura egyébként, hogy ő inkább Tomi, a Patrik meg mégis én. Annak ellenére, hogy külsőre már csak kiszedeti a játékot. Mindössze 45 centivel született, úgyhogy ez a body is nagy volt rá, amikor ő megérkezett. Hát ilyen kincseket megőriztem neki igazából az első ekkora pelenkát hordott, hihetetlen egyébként, hogy így megnőtt. És még ez is nagy volt rá, ha hozzánézed a bodyhoz, ez hihetetlenül csepp. Ez akkor készült, amikor letelt a 6 hét, ugye a vérszerinti szülőnek nyílt örökbefogadáskor újszülött esetében szüléstől számítva 42 napig, vagyis nagyjából 6 hete van arra, hogy meggondolja magát és visszakérje a csecsemőt. Hát nekünk szerencsére, ugye ahogy látszik, 2-ből 2-szer nem kellett emiatt aggódni, úgyhogy ez a kép akkor készült, amikor abban a pillanatban, amikor lejárt a 42 nap. Hát itt megörökítettem mindent, az első falatok, az első húsvét, az első karácsony. Nagyon pici volt tényleg, akárhányszor visszanézzük a képeket, mindig elcsodálkozok, hogy lehetett ennyire csepp. Márknak a doboza még nem annyira teli, mint Patriké. Ő azért húsi baba volt. Ennyi kis különbség volt a srácok között. Kenyeret harap bele a kenyerbe egyet, jó? Azaz. Buba. Így ketté veszem, jó? Tessék. Kettő! Kettő!